Nem sok újat tudok mondani ezek után, amik elhangzottak. De bizonyos igazságokat viszont meg tudok erősíteni. Ma már megértettem, hogy nagyon nagy szükségben az eddig elhangzott igazságok, némely igazság megerősítésére. Olyan igazságok megerősítésére, amelyek nagyon-nagyon fontosak, amelyeknek konkrét, megtartó és előre vívő, megvédő jelentősége van a hívő ember életében. Ezeket nagyon fontos megerősíteni. Én hiszem, hogy egy ilyen igazság fog ma is elhangzani. A szolgálatom címe, miért vannak a gyülekezetekben olyanok is, akik nem hisznek. Egyszer. Akik nem hisznek. Mondhatnánk már is válaszképpen a kérdésre, a címszerű kérdésre, hogy valójában csak olyanok vannak a gyülekezetekben szinte már, akik nem hisznek. De azért beszéljük róla, mert vannak itt olyan dolgok is még ebben a témában. Elrejtve, amiknek napvilágra kell, hogy jöjjenek. Tehát miért vannak a gyülekezetekben olyanok is, akik nem hisznek? Szeretnék a János evangéliumának a 6. részéből olvasni 2 verset, tehát János 6, hatvannégytől 66-ig. Így hangzik az írás. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek, mert elejtől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És mondva, azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet az én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva néki. Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül, és nem járnak már a többé vele. Még hozzáolvasnám ugyanabból a 6. részből a 44. verset is, amely így hangzik. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Egy másik helyen megint mondja Jézus, hogy senki sem jöhet én hozzám, csak az, akit az Atya vonz. Különféle módon ismétli Jézus különféle tanításaiban ugyanazokat az igazságokat. Vagy pedig a tanítványai, akik még emlékeztek rá, a tanítványai, ahogy leírják, az egyik evangéliumban ugyanazt így kifejezve találod, a másik evangéliumban ugyanazt már amolyan kifejezéssel találod. Ez így van, ebben semmi probléma nincs, csak meg kell érteni. Nos, én 2 korszakot emelnék ki az eklézia életéből, történelméből. A kezdetet és a véget. A kezdet az apostoli korszak, amiről már sokat beszéltünk, ha csak egy említés szintjén is, és a véget, amelyben már mi is benne vagyunk. Ez kezdődött. Ez a kereszténység, illetve a tanítványság utolsó záró korszaka. Valóban a záró korszaka. Mint ahogy Jézust is a Biblia úgy apostrofálja, úgy jeleníti meg,
mint alfát, kezdetet és omegát, véget. Ő az alfa és az omega. Elindul a megváltás pillanatától, a kereszt halála pillanatától, tesz egy kört, és ugyanoda megy vissza, ahol elindult, de közben elvégez egy hatalmas üdvtörténeti munkát. Egy hatalmas megváltói, tömören átadott feladatot, Istentől átadott feladatot. Nos, én is most a kezdettől a végig fogok menni. De nem részletezem a történelmet, sőt, nem is inkább a történelemről fogok nektek beszélni, hanem a dolgok belső szellemi jelentőségeiről, mozgásairól, történéseiről, hogy mi miért alakult úgy, hogy a gyülekezetek mára már tönkrementek, szinte minden a feje tetejére áll, és nem úgy működik, sőt, ellenkezőleg működik, azzal szemben, ahogy kezdetben elindult. Nos, az első apostoli korszakról szeretnék néhány gondolatot mondani, amelyben megvalósult, szó szerint valósult meg a Krisztus tanítása az Isten országáról. Szó szerint valósította meg az ő első tanítvány csoportja. Hát ezek voltak az apostolok. Ezek voltak az apostolok, plusz az apostolok által megtért tanítványok. Ameddig éltek, évtizedekig éltek, hát akkor addig tartott az első korszak az apostolok. Amikor az apostolok és utána az ő általuk megtért tanítványok kihaltak, azzal együtt kihalt a tökéletesség is a gyülekezetekből. Mert jöttek a hamis tanítások. És ahogy ezeket befogadták, először csak egyféle, utána már két-három, és ez hozta a többit, végül állam egyházzá váltak, mert a világ akaratának behódolt az Isten népe, és ezért hatalmat vehetett róla rajta a világi hatalom, főleg a római császárság. Hatalmat vett a gyülekezeten, és a maga fennhatóság alá rendezte. Államvallássá téve az egyházat. Nos, onnantól kezdve már hatalmas ugrással nőtt meg a hamisság a gyülekezetekben. Mert a vezetés is, az egyházi, és azon belül a gyülekezeti vezetés is hamis emberekből állt össze, kezdve a császár embereivel, akinek gyülekezet, illetve egyházi pozíciókat osztott ki a császár, római császár, és az egész császárság, és ezek is vitték az ő barátaikat, és teljesen elfegyültek a hitetlen vezetők, a hívő vezetőkkel is így keveredett össze az egyház, a hit és a hitetlenség, az igazság és a gonoszság így keveredett tehát össze, és így épült át egy rossz oldalra az egész egyház. Tehát egy rossz oldalra épült át, ami azt is jelenti egyszerű szavakkal, hogy a feje tetejére állítva minden. És elkezdett beteljesedni az az ige, ami azt mondja, hogy a jót, hogy abban a bizonyos korszakban a jót rossznak mondják, gonosznak mondják, a gonosz pedig jónak értelmezik.
Tehát ez kezdett nagyon durva módon kialakulni, amit időnként bizonyos reformációk által Isten egy kicsit megoldott, gyengített. De ezek a reformációk, aki egy kicsit is ismeri a kereszténység történelmét, nem voltak olyan erőteljesek, amelyek igazán helyreállíthatták volna az igazságot. Ezt vegyétek így, mert így volt. Sokat lehetne ezekről konkrétumokról is beszélni, konkrét dolgokról. Nos, mivel ez így működött, folyt az idő, ment előre a történelem, és eljutott a mai napig. És itt megállnék néhány gondolat erejéig. Odáig jutott az egyház tulajdonképpen, hogy már nem bírt, ahogy az előbb is jelezte, igazán, de még megközelítőleg sem igazán helyreállni. Visszaállni magyarul, visszaállni az eredeti helyzetbe. És mi lett ebből? Egy teljes fokú keveredés, teljes mértékben bemocskolódott az egyház erkölcsi szellemi állapota, és ez az állapot hívja létre hamarosan, illetve hívja elő hamarosan, az is lehet, hogy napokon belül, heteken vagy hónapokon belül már, talán évek se kellene, nem tudhatjuk pontosan. Tehát ez az az állapot, amely előhozza az Antikrisztust, aki az egész világ felett gyakorolni fogja a hatalmat, tehát hatalmat vesz a sátán az Antikrisztuson keresztül az egész világon, beleértve az egyházat is, mert az egyházról az van megírva, hogy beül az Isten templomában is, az templomába is az Antikrisztus, ami azt jelenti, hogy az Isten temploma, amint ezt jól tudja mindnyájunk, maga az egyház, maga a hívő nemzetség, a hívő nép. Nem kézzel csinált templomokban lakik az Úr, hanem a hívő emberek lelkében, szívében lakik az Úr. A hívő emberek szíve és tudata, az egész lénye, az a templom, amelyben az Isten lakik. És ma már odáig jutott az egyház, hogy Isten házának nevez minden templomot, és a prédikációjukba is beleszőtték kiszakíthatatlan erővel ezt a szót. Persze, mert ha a hit kivész az életünkből, eltűnik a hit, eltűnik vele együtt a hit szerinti látás is. És a hitetlenség általi világon módon végbe ment látás következik. Az váltja fel a hívő látást, a hit látását, a szellemi igazságok látását. És most már nem azt mondják Isten templomának, amit az ige mond, tehát magunkat, minket, hanem a kézzel csinált templomokat nevezik Isten házának. Nos, testvéreim, nézzünk meg még egy ige helyet, a Cselekedet 2:41-től olvasom, Cselekedet 2:41-től. Így hangzik az írás, és most 2-3 perc erejéig visszamegyünk kezdetekhez, az apostoli korszakhoz, meglátjuk, hogy milyen szintre jutottak az akkori hívők. Így hangzik az írás, akik azért örömesre vették az ő beszédét, bemerítkezének,
és hozzájuk csatlakozik azon a napon mintegy 3000 lélek. A jeruzsálemi gyülekezetről van szó. Az egy nagy gyülekezet volt, nem tudom hány ezer fős, de azt tudom, hogy bő 3000 fővel alakult meg az az egyház, illetve az a jeruzsálemi gyülekezet. Mert ott voltak a tanítványok, akik 120-an indultak el, körülbelül 120-an, köztük volt a 12 apostol is, akik közül 11-en éltek, a 12. Júdás helyébe lett majd később megválasztva, és összesen a tanítványok 120-an voltak azon a pünkösdön, amikor a Szent Szellem kitöltetett és betöltetett a lelkük, szívük teljesége Szent Szellemmel. Nos, ezzel indult plusz a gyülekezet, plusz az azon a napon megtért 3000 lélekkel, tehát bő 3000 emberből indult be, alakult meg a jeruzsálemi gyülekezet. Olvasom tovább, és foglalatosak Balának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében, tehát az úrvacsorában, megtörésében és a könyörgésekben. Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek vala. Így indult a gyülekezet. Sok csodát és jelt tesznek vala. Ma is működik ez, de már nem úgy, mint akkor. Ma úgy működik, hogy levágják az igazságnak egy nagy, de nagyon jelentős részét a tanításukból, a szolgálatukból, és leginkább a jelekre és csodákra fordítnak mindent. És azokat szorgalmazzák, forszírozzák, hogy történjenek a csodák. És ennek a dicsőségét nem az Úrnak adják, hanem saját maguknak. Mindegy, hogy mit mondanak erre, akkor is így van, testvérem. Mert ha nem így lenne, akkor az igazság, a teljes igazság elsődleges helyet foglalna el a szolgálatunkban. Mindnyájan pedig, akik hívének, együtt valának és mindenütt közös vala, és jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, amit kinek-kinek szüksége vala. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részeseknek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel. És még egy utolsó vers, a 47. Dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Minden napon. És ne gondold, hogy csak néhány embert ért meg azokra a csodálatos és hatalmas szolgálatokra, hanem ezrével tértek meg minden napon az emberek. Ezer számra. Talán kis gyülekezet abban az időben még nem is volt, csak több ezer meg több tízezer fős gyülekezetek voltak. Nos, ez volt annak a gyümölcse, eredménye, amit az Úr az első korszakban, az apostoli korszakban cselekedhetett. Most miért nem így működnek a dolgok? Pedig most is ugyanaz a Szent Szellem, ugyanolyan az ige is, semmi nem változott. A Szent Szellem munkája is ugyanúgy működik, ahol működik, ahol engedik, ahol előre engedik, és mennyire Szent Szellem előttünk. És véget a csodálatos munkára. Nyitogasd előttünk a térségeket, és rajzolt előttünk az utat, hogy végig menjünk rajta, hogy embereket nyerjünk az Úrnak, és új életek szülessenek a gyülekezet számára. Most is ugyanúgy.
mondjak még egy nagyon fontos dolgot az előbbiekhez. Mindnyájan együtt voltak, minden nap megtörték a kenyeret, és nagy örömmel részesedtek eledelben. És mindenük közös volt. Ez volt a maximális csúcs, amit abban az időben elérhetett az Isten népe Krisztussal, Krisztusban. Krisztusban. Vagyon közösség. Csak zárójelben megjegyzem, a kommunizmus ezt kupírozta le, csak hogy kihagyta belőle az Isten és a szeretetet, és ez nem lehetett tartós, és nem lehetett eredeti, mint ahogy tudjuk is, akik éltünk a kommunizmusban. Ez csak Krisztusban lehet eredeti, és örömteli, és szent egy ilyen vagyonközösség. Amikor mindegyiknek egyenlőképpen volt a vagyona, nem volt köztük egy szegényebb ember, amely, aki szegényebb volt a többitől, és nem volt egyetlen olyan gazdag ember sem, amely a többitől több pénzzel, gazdagsággal bírt volna. Ez az igazi Krisztustól felépíthető, csak általa, csak ő tőle építhető fel egy ilyen vagyonközösség. Nos, hol van ez azóta, amióta ez elmúlt? És jöttek a további évszázadok. Azóta hol van? Hol találjuk ezt a vagyonközösséget? Igazi, isteni szeretet és vezetés általi vagyonközösséget. Na, hol? Mutassatok csak egyetlen gyülekezetet bármelyik országban, ahol ezt Isten elérhette volna az ő népével. Így áll a kereszténység, és ezen az úton fejlődött azóta is visszafele. Egyfolytában visszafele. És ami a mi szolgálatunkat, mi hívő életünket illeti, mi ezt felismertük időben, és megtettük a kellő lépéseket ahhoz, hogy a mi életünkben ne alakulhasson egy ilyen visszafejlesztő dolog ki, hanem mehessünk előre az Úr útján. Nekünk nem arra kellett törekednünk, amire az első apostoli korszak idején volt, ezért nem vagyunk vagyonközösségben. Nekünk más a feladatunk. Ez egy kis sejt az egyházon belül. Egy kis szellemi sejt, ami mi vagyunk. És a hozzánk hasonlók, ha vannak bárhol a világban. Nekünk egyszerűen csak az igazságot kell felmutatni, egy igazságos hívő életbe csomagoltan. Tehát egy igazságos, Krisztus igazságos életébe csomagoltan. Ez a terv, és lerakni azokat a csodálatos szellemi alapokat, amelyeket a teljes Biblia, az ige teljessége, Isten beszédének a teljessége hoz. Ez az akarata elsősorban Istennek az ő népével, hogy az ő királyságát, az igazság és teljes szentség királyságát építse fel az ő népe. Most ennek a fonákja van, az ő világának, országának, illetve az egész világ, szellemi világának a leépítésén dolgozik az Isten népe. És mi ezen belül munkálkodunk, újra mondom, mint egy kis sejt, egy néhány fős sejt, egy mag. És ez a mag, a maga az igazság maga örökre meg fog maradni. Örökre megáll.
mert az igazságot nem lehet elpusztítani, nem lehet eltaposni, de nem lehet még háttérbe se szorítani, úgy, hogy onnan ki ne meneküljön, előbb vagy utóbb, tehát mindenképp megmarad. Nos, ennyit erről, most visszamegyünk a mához. Nem az evangéliummal van baj, testvéreim. Ha arról beszélünk, hogy ma már hova alakult az egyház, milyen zuhanási folyamatokon ment át, és romlási, és ezek a zuhanási folyamatok milyen romlásokat okoztak, akkor azt mondom, hogy semmi baj, de az igazság akkor is megmaradt. Az ige akkor is megmaradt sértetlenül, csak esetleg elnyomva, vagy beállítva a sarokba, és egy függöny ráhúzva, hogy senki ne lássa, hogy ott mi van odaállítva a sarokba. De ez csak ideig óráig működik, testvére. A sarokból az igazságnak ki kell jönni, ki kell lépni arra a helyre, amelyre az egész világon rendeltetett. Mert az igazságnak igenis rendeltetése van. Az igazság hozta el tulajdonképpen azt az életet, amiért az Isten fia az életét áldozta fel. Életet adott az életért, és az azt az életet, amit adott a világnak, a világ kezdve az egyházzal, a sarokba állított a testvére. És ott volt a történelem során többször is, bizonyos időkig, évek, századokig, évekig, hónapokig, mikor meddig nyomták el, rejtették el a világtól. Mikor meddig pusztították még a Bibliát is, ha valakinél találtak, ha valaki nem adta be a hatóságoknak. Mágia halált kellett, hogy szenvedje. És különféle karddal való halált, és különféle módon való halált. Hát hogy van ez, testvére? És mégis megállt az igazság. Azóta is újra kijött a sarokból a Biblia, és nézd meg, nincs még egy olyan könyv, hogy annyi nyelvre és annyi példán számba jelentessék meg az egész világon, mint a Biblia. Azért mondom neked, hiába a sarokba állítják az igazságot időként. Arról az igazságról levétetik a lepel, és kimenekül, és hirdeti önmagát az igazság. Valakikben, emberekben beköltöznek. Emberekben, emberek életén hatalmat véve, hirdeti önmagát. Az ige ilyen, önmagát magyaráz a testvér, nem kell a te okoskodásod, nem kell a te nagy bölcsességet hozzá. Önmagát hirdeti, mégpedig makulátlan tisztaságban és erőteljesen. Neked csak annyit kell tenned, hogy átadni Krisztusnak az életedet, kezébe tenni magadat. Itt vagyok, Uram, használj. És ahogy ezt kimondod, igyekezni azon, hogy úgy is legyen. Ahogy a szádon kijött az ígéret, úgy is legyen. Valóban tudjon használni az Úr. És amit észreveszel magadban, ami gátolja az Úr munkáját, azonnal megkezdeni az eltávolítását. Ez az a bizonyos tisztulás és megszentelődési folyamat. Erről van szó, testvérem. Ezt kell tennünk. Csak ennyi a feladatunk. Nem számít, hogy nézel ki. Nem számít én, hogy nézek ki. Láttam már nyomorék emberektől, és hallottam olyan bizonyságtételt, hogy a könnyeimet alig tudtam megállítani. És minden szava egy szellemi atomrobbanás volt. És még a lábai sem voltak.
Láttam olyat, hogy se lába, se keze nem volt testvére, de akkor is megtanult járni a hasán. Mit szólsz ehhez? És hirdette az igazságot. És ahol megjelent, sírva tértek meg az emberek. Szokokba adták át magukat. A Krisztusnak, testvérem. Hogy van ez? Mi meg itt vagyunk hibátlanul. És alig-alig teszünk szinte valamit az Úrért. Alig teszünk valamit az emberek megmeneküléséért. De a mi nyavajgásunk az viszont hangzik. Még többet is, meg jobban is, mint kellene. Na hát, ezt teszi Isten népe az Eklézia. Pontosan a mai napokban. Most már nincs igazi szolgálat. Most már nem hangzik igazán és minden körülmények között az igazság. Ha egy kicsit megfújja a szél az egyik hívőt, már félre beszél, már nyavajog. Ha egy kicsit elveszt valamit, vagy éppen valakit, az egyik hívő, vagy némely hívő, vagy bármi fájdalom történik az életébe, bármilyen fájdalmat, szomorú dolgot kell átélnie, már elfelejtik a názáreti Jézus. Már csak nem az igazság hangzik, hanem csak a fájdalom és az önsajnáltatás. Nézd már meg, mi van a Szent Szellemben. Nem gyávaság, nem nyomorúság van a Szent Szellemben, hanem bátorság, erő és hatalom. Ez van a Szent Szellemben, testvére. És akkor azt mondjuk, hogy te vagyunk törve Szent Szellemmel. Hát hogy merünk ilyeneket hazudni? Amennyiben nem ez a bátorság, nem ez az erő és hatalom állat belőlünk, hanem az ellenkező. Akkor hogy merünk a Szent Szellem jelenlétéről beszélni? Újabb hazugság. Tessék! Újabb hazugság, nem más. És azt hiszük, hogy az Isten ezt nem látja, nem hallja, és nem veszi figyelembe. Miért hiszük ezt? Előbb-utóbb erre megy ki a dolog, hogy már nem hiszik az emberek, hogy Isten látja őket, mert egyre jobban elszabadulnak a dolgok. Egyre jobban eltávolod vár a Szent Szellemmel való együttműködéstől. Ezt láthatjuk nap mint nap, és egyre jobban. Hát hogy van az, hogy Isten ezt nem látja? Miért gondoljuk azt, hogy nem látja, és felbátorolunk, hogy nyugodtan éljünk csak a világ szerint? Nem látja az Isten, meg nem is érdekli az Isten. Ó, hát ez nem üdvösség kérdése. Azért, mert már elvegyültünk a világgal, testvérem, mi alatt az Úr látván bennünket, de nem tölti ki ránk a büntetésnek az erejét, hosszan tűr, és azt is érettünk teszi, hogy minden ember megtérésre jusson, és mi nem hisszük el, hogy ilyen Istenünk van. És egyre jobban belemerülünk a bűnbe, a különféle erőtlenségeket egyre jobban befogadjuk, mi által észre se vesszük, és világiakká válunk. És ezért van a sok nyavajgás, ezért van a nyomorúságra nyomorúságot hozunk, fájdalomra fájdalommal felelünk, gyengeségre gyengeséggel, és újra mondom, elég egy kicsit megfúj a szél bennünket, már minden bajunk van. És elfelejtődik az életünkből és a evangéliumi szolgálatunkból a Krisztus neve. Most idáig jutott az egyház. Most már nem hangzik a Krisztus, csak akkor, de akkor is képmutató és
műerő által, amikor minden rendben van, és jó volt, vagy jó léppen él a gyülekezet. Utána már csak a nyavajgás következik. Ha egy kicsit is ez a jó lép, csak egy pici kis pofont kapjon, vagy innet, vagy onnat, próbatételeket értek ez alatt, már a nyavajgásra vált a drága látos evangélium szolgálatuk. Hogy van ez testvére? Nos, ez az a kokszak, amikor már nincs tovább. Annyira megrodgyant az egyház az emiatti hozzáállás miatt, hogy egyszerűen most már nincs felállás. Egyszerűen kiment minden erő a lábukból, elbuktak, és nincs felállás, nincs erejük hozzá. És ezért nem is tudnak közeledni most már az Úrhoz, hogy az Úr is közeledhetne felé. Nem tudnak, megszűnt. Minden erő elhagyta őket a Szent Szellemmel együtt. Jaj, ebben van a Szent Szellem, hát hogy de az ellen így mondta, meg úgy mutatta tegnap is nekem, hát hogy csodálatos. Itt jön be az, amit nagyon jól tudtok, hogy most mit fogok mondani, hogy megkérdezhetnék ilyenkor, hogy melyik Szent Szellem mondta ezt neked. Amire ugye nem tudnának igazán válaszolni, és talán még észre is vennék magukat. Most végezetül összehasonlítjuk a gyülekezet, illetve az eklésia kezdeti szintjét a maival, az egyik ige verse. A cselekedetek 5. részéből a 13. verse. Tehát 5. rész, 13. verse. Így hangzik. Egyebek közül, illetve a 12-től olvasom, az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között, és egy akarattal minnyájan a Salamon tornácában halálnak. Egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni, hanem a nép magasztalá őket. Nos, mi volt a címe a szolgálatomnak? Igen, itt van. Miért vannak a gyülekezetekben olyanok is, akik nem hisznek? A válasz egyszerű. Azért vannak olyanok is, akik nem hisznek, de mégis mindenki elkönyveli őket, hogy ugyanolyan hívők, mint ők, vagy bárki más a gyülekezetben, tehát nem csak befogadták őket, hanem el is ismerik őket, közülük valónak látván őket. Hogy van ez, testvéreim? Miért van ez? Mert annak ellenére, hogy először volt, tehát az első korszakban, hogy egyszerűen az az igazságos, csodálatos szolgálat, mély és csodálatos és erőteljes szolgálat, amelyel a Szent Szellem teljes szabadságban működött együtt, és tette a dolgát, jelek és csodák történtek, vezetések voltak, minden hívő ember, aki betöltekezett Szent Szellemmel, az ő vezetése alatt volt naponta, és egész életén keresztül, aki nem esett vissza. De most már ez nem így van. Akkor, mivel teljességgel ki tudod bontakozni az Isten országának az evangéliuma, ezért olyan erő áradt a gyülekezetekben, és a gyülekezetekből kifelé is, és látván, hogy a nép előtt milyen kedvesek ezek a hívő csoportok, az egyebekből, az egyszerű fordítás valahogy úgy mondja, hogy a hitetlenek közül nem mert, egyszerűen nem volt bátorsága ahhoz, hogy közéjük elegyedjen, közéjük keveredjen.
kiket ért ez alatt a Biblia? Azokat a hitetleneket, akikben nincs az isteni kiválasztása hitre. Ezek azok a Biblia szerint említett emberek, akiknek nincs tulajdonában a hit. Mert azt mondja a Biblia, hogy nem mindenkié a hit. Hát ezeké biztos, hogy nem adatott meg a hit ezeknek. Ezek azok az egyedek közül valók. És miért nem mertek közéjük elegyedni? És itt minden akkori időben működő gyülekezetről beszél a Biblia, nem csak egyről. Mindegyről, mindegyikről. Minden helyen, ahol új gyülekezetek születtek. Azért, mert nagyon jól tudta, hogy ő neki nincs meg az az igazság szeretet, ami kellene ahhoz, hogy őszintén és igazán tudjon közéjük menni, és be is tudja fogadni az életébe a Krisztust. Tudták, hogy nekik ez nem megy. Nem voltak birtokában a hitnek. És ezért nem is mentek a hívő gyülekezetekbe. Nos, testvérem, ilyen kisugárzása volt az első korszak gyülekezeteinek, és most hasonlítsd össze a mai gyülekezeteket azzal a gyülekezetekkel. Ma minden, ahogy már mondtam, a fejezetejére lett fordítva, és csak is újra mondom, a hitetlen képmutatók mennek a gyülekezetekben. Illetve azok töltik be szám szerint a gyülekezeteket. Tisztelet a nagyon kevés kivételnek, de azok sem úgy tökéletesek, mint amilyen tökéletesek voltak az apostoli korszak gyülekezetei. Már ezek is a legjobbak is megalkuttak, engedtek az igazságból, hogy az emberek dicséreték és elismerését elnyerjék, és még ezen kívül sok mindent, mert a testiség miatt megjelent előttük sokszor a húsoskaték látomása, és mentek a gyülekezetek. De valamilyen szinten szerették az igazságot, és gyakorolták is valamilyen. Ez a maximum a mai eklésia életében és szolgálatában. Ez a csúcs. Akik pedig 100%-osan adták át magukat az Úrnak, és 100%-osan vezetheti őket a Szent Szellem, mert ők teljes szabadságot adtak Isten szellemének az életükben, mert ez így megy, nekünk kell szabadságot adni neki. Nem ő fogja kiharcolni tőlünk, hanem nekünk önként szeretetből és hívből kell szabadságot adnunk annak a Szent Szellemnek, akit Isten nagyon nagy áldozat árán volt hajlandó kitölteni a világra. Tudjátok, milyen áldozatról beszélünk. Nos, hol működik ez? Így, ahogy mondtam. Már pedig így van, vagy a dolog, ahogy én mondtam. Nem azért, mert én mondtam, hanem mert az ige ezt mondja testvérem. Kiűzték az Isten szellemét a gyülekezetekből, a maguk sajátságosan kreált igazságukkal, amit a Szent Szellem nem tudott osztani, nem tudott elfogadni és ebben segíteni őket, illetve a szolgálatukat, és inkább elhagyta a gyülekezeteket. Tisztelet a nagyon kevés kivételnek. És elhagyta személy szerint is az embereket. Tisztelet, újra mondom, a kevés kivételnek. Nos, testvérem, idáig fajult a helyzet. Először nem mernek az egyebek közül közéjük keveredni, elegyedni bizonyos emberek, akik csak rombolni
tudtak volna oda menni, és nem merték megtenni. Ma ilyen nincs, hogy nem merik megtenni. Teljes bátorsággal röhögve mennek az Isten népe közé, testvérem, és elkezdik szabadon a rombolásokat. Elkezdik végezni, ahogy nekik tetszik. És az Isten népének így jó. Így szereti. És mint akik nem látják, hogy mi folyik köztük és körülöttük. Elkezdenek továbbra is dicsekedni a Szent Szellem munkájával. De úgy, hogy azt a dicsőséget, ami Isten szellemének, illetve az Úrnak járnak, magukévá tulajdonítják. Persze, hogy az alázattal magyarán, hogy jaj, hát mi alázatosok vagyunk, hát dicsőség neked, Ura. Közben fogják tíz körömmel ragaszkodván ahhoz a dicsőséghez, és nem engedik el, hogy az Úré lehessen. Nem engedik el, testvérem. És előbb-utóbb mindent megtesznek, hogy az ő életüket gazdagítsa. Az a dicsőséges dolog. Hogy őket ízlalja, az a dicsőséges dolog. Amit Isten szelleme végzett el, ha egyáltalán benne volt az Isten szellemének a munkája. Nos, most pedig 180 fokos szögben megfordult a valóság. És tudjátok, hogy kitől védekeznek most már? Nem az egyebektől védekeznek, hogy hamisak közéjük ne keveredjen, ahogy az írás is figyelmezteti a hívő embereket, hogy vigyázzanak az ilyenekre, és rakják ki a szűrüket, ha mégis megjelennek közöttük ilyenek. Nem testvér. Hanem az evangélium és a krisztusi tisztaság, hit és teljesség megőrzői ellen, gyakorlói ellen, átélői ellen védekeznek az ülekezetek. Nehogy közéjük elegyenjen egy igaz krisztusi hívő ember. Ilyet változott. Teljesen a fonákjára fordult minden, és most teljesedett be. Globálisan is, az egyházon belül az az ige, amikor azt mondja, hogy a jót gonosznak mondják, a gonosz pedig jónak. Itt a vég, testvérem. Vedd komolyat, aki nem veszi közülünk, vagy közülünk komolyan, és azok közül, akik hallgatni fogják ezt a felvételt, vessenek magukra. Vessünk magukra. A dolgok miattunk nem fognak megváltozni. Isten az ő tervét végre kell tűzön, vízen keresztül, hogy hajtsa. Az igének kell beteljesedni, amely nem arról szól, hogy minden áron, ami lazaságunk, ami könnyelműségünk, világiasságunk, szeretetlenségünk, hal együtt, csak az történjen meg, hogy minket mentsen minden áron, az nem fog megtenni. Van egy bizonyos határ, ameddig mellettünk áll és segít. Ha nem használjuk ki a lehetőséget, nem fog minket megmenteni. Mert az ő üdvtörténeti dolgainak végbe kell, hogy menjen. A maga idejében. Ezért van kiszabva a kegyelmi idő az egész világnak, ezért van kiszabva mindenek előtt az Eklésiának, és azon belül az egyes hívőknek, személyeknek. Mi is beletartozva. Nincs tovább. Amikor lejár az időt, nincs tovább, testvére. Addig nem tetted meg, amit kellett volna. Nem készültél el. Úgy maradsz, testvérem, és kint maradsz, mint az öt bolond szűz. Nem nyitatik meg a te kedvedért az ajtó, mert oda csak a tiszták és megszentelt életű hívő emberek mehetnek be. Mert az az Úrnak az egyedüli területe, a
menyegzői házban világiak, képmutatók nem mehetnek, és meg sem jelenhetnek ott egy pillanatig sem. Hát erről szólt volna a tanítás, vagy inkább megerősítése az igazságnak. Kiteljesedett minden, ami írva van. Eljutott a csúcsra, illetve hamarosan minden a csúcsra jut. A hit kérdése is ugyanúgy a csúcsra kell, hogy jusson. Az igazság kérdése is ugyanarra a csúcsra kell, hogy jusson, amiről a Biblia beszél, más dolgokkal kapcsolatban is. De ezen dolgozik az Isten, aminek még híja van, hamarosan betöltődik és csúcsra jut, és nincs tovább. Áldjon meg az Úr benneteket, és növelje a bennünk lévő igazi krisztusi hitet, és azt a szándékot, amely fontos ahhoz, hogy ezt az igazi krisztusi hitet tisztán tartsa, mindent megtegyen, azért, hogy tiszta maradjon bennünk ez a krisztusi hit, azért, hogy tudjon bennünk munkálkodni, azaz építeni igazi krisztusi házzá bennünket, ezt az igazi hozzáállást, elhatározásokat kívánom mindnyájunk számára. Ezt az igazi becsületbeli, jellembeli cselekvést kívánom, odaszállást kívánom, akarást kívánom, amely által meg tudunk maradni a Krisztus számára, és mindvégig állhatatos küzdelmet tudunk folytatni, és győzni testvérem. Így áldjon meg benneteket az Úr. Amen. Csak egy gondolat erejéig, talán furcsának tűnhet valaki vagy valaki számára, hogy én általában ilyen kemény dolgokról beszélek, szinte hát minden vasárnap. Igen ám, lehet, hogy jogos lenne, ha valaki ilyet gondol a szolgálatomról. De, hogy aktuális, az biztos. Miről beszéljek, ha nem ezekről a tényleg nagy fontosságú gondolatokról, témákról. Erről kell beszélni, mert azt a korszakot éljük, amikor már nincs idő a könnyedebb dolgokkal, igazságokkal való csemegézéssel. Nincs idő. És annyira rövid az adott időszak, amit még élhetünk az Úr kegyelméből. Tehát annyira rövid, hogy ne, el se lehet mondani, nem is tudjuk, hogy milyen veszélyek vesznek bennünket körül az idő rövidsége miatt. Na most emiatt kell minden erőnket, az igazság iránti szeretetünket, mindent, ami fontos nekünk ahhoz, hogy épüljünk, összeszedni, és teljes erőből megélni a hitünket. Nem erőltetve, ezt megint csak hozzáteszem, mint ahogy máskor is szóltam, hanem ez ha a természetünkben ott van, akkor ez magától is menni fog, csak oda kell figyelni, nehogy elcsúszunk. De menni kell határozottan előre. Mindig szinkronba kell lenni az adott történelmi helyzettel a hívő embereknek. Most pedig meg abszolút figyelembe kell ezt venni. Szinkronban kell lennünk az adott helyzettel. Nézzétek meg, még azt hadd mondjam el, hogy a Biblia Izraelről beszél, azon belül is a Megiddó mezeiről. Hogy ott fog a nagy végső összecsapás megtörténni. A Eufrátesz folyó medrén fognak feljönni, útközben csatlakozván és folyamatosan bővülni, vén 200 milliós hadsereg, nemzetközi hadsereg fog összegyűlni, és Izrael felé tartanak, és ott lesz a végállomás.
Izrael területén, mondom, a Megiddó mezején, ahol eddig is sok történelmi csata volt. Aki ismeri az Ószövetséget, az tudja, miről beszélnek. Nos, ez hamarosan meg fog történni, mert már készülnek ezek a dolgok. Tehát vigyázz, Izrael az egyik fő jele ezeknek a napoknak, amik meg vannak írva, hogy történik el, és oda fog Jézus is leszállni az olajfák kegyére. És ketté fog, egy hatalmas földrengésszerű földmozdulás lesz, mikor leszáll, ketté fog hasadni az a rét. És a tengerig fog a repedés húzódni, tengertől tengerig, földközi tengerig, és a vörös tengerig, és hajóút lesz keresztül Izraelen, ez van megírva, testvéreim. És már ez is készül, már beszélnek róla, meg a jeleket szakértők figyelik, és észrevették, és készülnek rá, és sokat lehetne erről beszélni, tudom, hogy mit beszélek, amikor ilyen kemény igazságokról van szó, hétről hétre. Na csak ezt akartam tisztázni veletek, egy kicsit mentegetődni, hogy ne vessetek meg érte, a tényleg nem tudok már latatókokról beszélni, nem tudok. Azoknak érhetni magam, nem megy. Csak ennyi.